Na, sziasztok! Tervezem majd, hogy több YouTube videót fogok föltölteni az oldalra. Úgyhogy meg is kezdenénk a sort egy reakció videóval. A Mánia Fitness föltöltötte az interjút, amit velem készített, és nem kellett sokat várni, hogy egy nagyon intelligens kommentet kapjunk. Amikor is föltették azt a kérdést, hogy mennyi a RAV rekord, ami nem volt tisztázott, hogy az én RAV rekordomra irányul, vagy pedig az abszolút RAV rekordra, amit jött egy SK nevű ember, amit meg is válaszolt, hogy 232,5 kg, ez ugye rám vonatkozott, ami teljesen helyén való, hisz ennyit nyomtam most ősszel egy BM versenyen. Aztán elkezdett ilyen teljesen hülye adatokat felsorolni, hogy ki mindenki erősebb nálam RAV-ban, és már odáig jutottunk, hogy a mínusz 100 kilós junior versenyző is erősebb nálam, és igazság szerint nem is nekem kéne menni az olimpiára, mert kapásból tud 4 embert mondani, aki megver, csak Magyarországon. És az egész egy bohóckodás, amit csinálunk, hisz a RAV az igazi erő. Ezt én lereagáltam, úgy gondolom, hogy intelligensen, és hoztam neki 3 példát is, hogy miért nem helyén való egy RAV eredményt összehasonlítani egy ruhás eredménnyel, és egy RAV versenyzőt egy ruhás versenyzővel. Ő ezt, hát nem vagyok benne biztos, hogy elolvasta, de mondjuk azt, hogy elolvasta, és reagált rá valami teljesen hülyeséget, és elkezdett személyeskedni, megnevezett embereket, amit megint nem nagyon értek, hisz az ő nevét még mindig nem tudjuk. Mészáros Lászlót hozta példának, hogy 307,5 kg a legjobb eredménye, és ő a legjobb RAV versenyzőnk. Hát ez egy tény, tehát ezzel nem kell vitatkozni, ezt nem is tudom, hogy minek írta. Így van. És emellett mondta, hogy a ruha az fixen 100-150 kilót hoz a teljesítményre. Hát én nem tudom, azért nem mindenkinek van ez így, de jó. Ugye tudjuk, hogy 307,5 a legjobb Lacinak az eredménye RAV-ban, ruhában pedig 365, hát ez nem 150 kiló, úgyhogy ismételten nem értem ezt a nagyszerű kommentet. Előttem pedig még írt valamit, de már nem is foglalkoztam vele, mert igazság szerint teljesen fölösleges ebben, mert én voltam a hülye, hogy egyáltalán reagáltam erre ismételten, de ez van. Úgyhogy most még kifejteném a véleményemet erről a RAV ruha. Nyomás, nem nyomás, gyenge vagy, erős vagy, minden hülyeségről. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy valakivel belekössünk, és találjunk olyat, hogy erősebb, akkor ez nem nehéz. Tehát, hogyha nem kell akkor RAV nyomást nézni, meg kell kérdezni, hogy mennyi a bicepszezik. Jó, én többet bicepszezek, akkor erősebb vagyok. Ez a kutyát nem érdekli. Ha te egy ruhás versenyzővel akarod összemérni magad, akkor vedd fel ruhát és indulj egy ruhás versenyen. Ha nem egy bonyolult sportág, ha többet nyomsz nála, erősebb vagy, ha nem, akkor nem. Ez nem kell itt számolgatni, hogy ennyit segít a ruha, én annyit nyomok, én ennyi kiló vagyok, de ha annyi kiló lennék, mint te, akkor én annyit nyomnék, és ha fölvenném a ruhát, akkor még annyit nyomnék,
De igazság szerint most 50 kilót nyomok fekve, de kurvára erős vagyok, és erősebb vagyok nálad. Hát igazság szerint ezt le is szarom, és lehet bárki erősebb nálam. Hisz erre vannak a versenyek, mindenki megjelenik, aki szeretne versenyezni, mert nagyon sok erős ember van, aki meg lesz arra és nem versenyzik. Tehát eljönnek, versenyzünk, és aki többet nyom, az erősebb. A másik, hogy ahogy egy RAV nyomót nem érdekli, hogy mennyit nyom ruhába, ez fordítva is igaz. Tehát ugye még én nem készültem föl egy RAV versenyre, addig én nem tudom, hogy miért kell ezt összehasonlítani olyanokkal, akik RAV-ban versenyeznek. Tehát most lesz ez a biceps verseny, ugye meghirdették ezt is, akkor ennyi erővel ezt is össze lehet hasonlítani. Hisz mondjuk én kiegészítésnek csinálom, mondjuk 50-60 kilóval, biztosan lesz olyan, aki oda megy, és ezt meg fogja dönteni. És ő erősebb. Ez így is van, ebben a számban erősebb. De engem ez teljesen hidegen hagy, hisz nem akartam ebben versenyezni. Ha akarnék, fölkészülnék, és elmennék és versenyeznék. Ugyanigaz ez a RAV versenyre, RAV fekvenyomásra. Ha én abba szeretnék versenyezni, akkor megváltoztatom az edzéstervemet, a technikámat, és föl fogok készülni egy RAV versenyre, el fogok indulni, és akkor meglátjuk, hogy ki az erősebb. És aki kapok, hát akkor nyilván volt erősebb. De amíg ez nem történt meg eddig, én szerintem teljesen fölösleges ezen lovagolni, hogy ki az erősebb, ki nem az erősebb, ki mennyit nyom, ő a jobb, én vagyok a jobb. Mert aki versenyzik és komoly eredményei vannak, az leszarja. Legyen az RAV, vagy ruhás, vagy bármi. Tehát ezek mind ilyen net harcos kis hülye gyerekek, akinek nincs jobb dolga, mint hogy ő majd most megmondja az igazát. És ha megcáfolod, hozol neki észérveket, vagy tényeket, vagy számokat, akkor az már az hülyeség, hiába, hogy ő mondta, az hülyeség, akkor jön valami másik kitalált dologgal, és abba kapaszkodik, ha azt is megcáfolod, akkor hozza a következőt, és ezt addig csinálja, még rá nem hagyod, és igazság szerint akkor örül, hogy neki igaza lett. Tehát akkor itt elismerem, mert ő azt mondja, hogy nem követ engem semmilyen oldalon, de azért csak tudja például ezt a 232 kg-ot, amit igazság szerintem senki nem tud rajta kívül, mert egy eldugott kis tűzoltós fekvenyomó versenyen nyomtam, és ő nem követi az oldalamat se, úgyhogy akkor megkérdezem, hogy honnan tudta igazság szerint ezt az eredményt. De akkor innen üzenném neki, mert valószínűleg ez a videó is el fog jutni hozzá, hogy igen, vannak nálam erősebb RAV fekvenyomók, igen, vannak nálam erősebb ruhás fekvenyomók. De a 2019-es XPC világkupán én lettem az abszolút bajnok, és én teljesítettem a kvalifikációs szintet, így én nyertem el az olimpián való indulást. Ez ennyit jelent. Tehát ettől még vannak nálam jobbak. Senki nem állította. És vannak nálam erősebbek. Ha ők is szeretnének ilyen versenyre jönni, és tudják azt a szintet teljesíteni, akkor eljönnek egy ilyen versenyre. Kvalifikálnak. Kiutaznak, fölkészülnek, aztán kiutaznak Las Vegasba, és elindulhatnak az olimpián. De ismételten mondom, hogy ez megint egy anonim embertől származik, aki biztos vagyok benne, hogy nem versenyzik, és akkor nem mondana ilyen hülyeségeket, és nem fárasztana engem, vagy éppen mást az ilyen állításaival. Tehát lényeg a lényeg,
fekvőnyomást hagyjuk meg azoknak, akik azt szeretik, a ruhás fekvőnyomást hagyjuk meg azoknak, akik azt szeretik. Azt azért hozzátenném még az ilyen mindentudó embereknek, és ezt valahogy mindig elfelejtik, és ezt nem tudják, hogy ezek a nevek, akiket ők itt emlegetnek, ők mind ruhába versenyeztek, hisz régen nem volt RAV. Tehát a régi csúcsok, amikről vannak még kint régi termekben a falon oklevelek, hogy ugye rekordokat tart mondjuk Mészáros Laci, azok mind ruhába születtek. Tehát, hogy akkor nem is értem, hogy most ezt minek kell így lovagolni. És hidd el, hogy ő se fog oda jönni hozzám, és mondja, hogy ő mennyit nyomsz RAV-ba, mert hogy ő többet nyom. Hát többet nyom, mert ő abba versenyzik, abba a legjobb, kész. De ezzel mi nem foglalkozunk. És ezen tovább kell lépni. Nem megyek oda egy Cooper futóhoz, és mondom neki, hogy hát te sokkal gyorsabb vagy, mert igazság szerint leszarom meg ő is. És nem zavarjuk egymás vizét. Tehát mindenkinek adjuk meg, ahol ő szeretne versenyezni, mindenkinek joga van eldönteni. Ahhoz én még mindig tartom magam, hogy egy rugás fekvenyomás vagy rugás erőemelés az akkor is technikásabb és egy magasabb szint, mint egy RAV verseny. Hisz oda nem elég erősnek lenni, hanem bizony meg kell tanulni használni azt a ruhát, sőt, ha jó akarsz lenni, akkor egy olyan ruhát kell megtanulni használni, ami elég szűk rád és kicsi, hogy minél többet segítsen. De ettől függetlenül nem fogja helyetted kinyomni, tehát olyat még nem láttam, hogy valaki odahoz egy csúcs szuper ruhát, leteszi a fekvenyomópadra a versenyen, és akkor nyom 600 kilót és nyert. Tehát, hogy azért ezt elhihetitek, hogy ehhez azért kell alaperő, és nem csak így pikpak, most akkor én nyomok 450-et, én 580-at, én csak 250-et, így kitalálgatnak random számokat, és akkor felszed a ruhát, és az megy. Tehát akkor mindenki annyit nyomna. Nem is értem, hogy honnan jön ez a futtatás nekik ilyenkor. Tehát köszönjük szépen ezt a intelligens és hasznos hozzászólást ismételten. Remélem, most már megkapta a választ az illető. Meg is nyugodhat, hisz igaza lett. Ettől függetlenül nem fogok rabban versenyezni. Jelen pillanatban nem érdekel. Aztán én szeretném ezt lezárni ennyivel. Tehát, hogyha lesznek ilyen kommentek, én csak be fogom linkelni ezt a videót. Ha kíváncsiak az én véleményemre, nem fogok belemenni ilyen szájkaratiba, nincs értelme, mert igazság szerint mondom, addig fogják mondogatni az érveiket, amikben abban nem hagyja a másik, és még igazuk nem lesz. Tehát én ezzel a videóval ezt lezárom. Én szerintem, aki intelligens versenyző, az belátja ezt, sőt, leszarja, mert saját magával elfoglal, hogy minél jobb eredményt csináljam. Akinek meg erre van ideje, hogy minket méregessen, meg összehasonlítson, meg degradáljon, annak köszönjük szépen, hogy van, aki foglalkozik velünk. És akkor én várom a hozzászólást azért. Hát, ha eljut hozzá, és mond valami okosat, meg legfőképpen a nevét, hisz anonimként bárki mondhat bármit. Sziasztok!